A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió városismereti műsorsorozatát látják, azaz sorozaton belül egy újabb adással jelentkezünk. A stúdióban nagy szeretettel köszöntöm Váci Márk történészt, városkutatót, a műsor állandó szakértőjét. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Műsorunkban, ha visszatekintünk, mondhatjuk már, hogy az is történelem, hiszen jó régen kezdtük ezt a sorozatot, és mi mindenről tudtunk már beszélni kisvárosunkon belül, amiről kiderül, hogy a történelme igenis nagy és messzire tekint vissza, és az épületei, illetve minden kis zegzuga nagyon sok mindent rejteget számunkra, amelyről beszélhetünk. Ha felidézem a történetet, akkor először végigmentünk a város részeken. Aztán elidéztünk a belvárosban nagyon sokat, aztán elkezdtünk válogatni híres embereket, építészeket, szerzőket, orvosokat, tényleg nagyon sokan voltak már, akiket megismerhettünk ezen a sorozaton belül. Ahova eljutottunk néhány héttel, sőt hónappal ezelőtt, az pedig egy fotósorozat, amelyen keresztül a fényképészeket ismerhetjük meg. Jól felidéztem egy kicsit a saját történelmünket? Szerintem nagyjából itt tartunk, igen. Igen. Hát ugye alapvetően a városrészektől indultunk ki, ugye általában vendégekkel tekintettük végig ezeknek a városrészeknek a történetét, fontosabb építményeit, köztéri alkotásait, és aztán ugye következtek ezek a tematikus adások, amik már azért általában több városrészt érintenek, és hát igazából a fotótörténet kapcsán is ugye erről van szó, hiszen a mostani Várkörúton kezdtük ugye az egész sorozatot tulajdonképpen a Pribék-féle műteremmel, aztán bejöttünk a belvárosba, egy kicsit a Püspöki Palota környékére, Schmidt és Majláth műterem kapcsán, a Kossuth utcában jártunk, a mai országzászló tér területén szintén ugye Szigetiék, Bartosék kapcsán jártunk ezeken a helyszíneken, és aztán megérkeztünk Virág Sándorral, akiről ugye múltkor beszéltünk a múltkori adásnak a vége felé, a mai koronázótérnek a területére. Ugye ez az egykori Rákóczi utca, aztán később Bazilika tér, a 30-as évektől nagyon sokféleképpen nevezik, és hát itt emeltük ki az első olyan fényképészt, akiről már mindenképpen érdemes megemlékezni, és ugye azért néhányszor említettem már egy kicsit előre szaladva az ő utódát is, aki a Pete-féle műteremben, a Várkörúti műteremben volt ugye először inas, majd aztán később segéd, őt Tóth Károlynak hívták, aki majd a Virág Sándor-féle műtermet veszi át. De hát Virág Sándorról is ugye van még azért mit mondani, meg az ő műterméről és az ő munkásságáról, úgyhogy érdemes még azért néhány fotóját megismernünk, mielőtt rátérünk Tóth Károlyra, illetve az ő leghíresebb segédére, aki, ha úgy veszük, országos szinten egyébként nagyobb hírnévre tett szert, mint az egykori mestere, Inkei Tiborról van szó, akinek a visszaemlékezéseiből is fogok majd egyébként felidézni néhány részletet, mert érdemes. Többek között leírja azt is, hogy hogyan dolgoztak a műteremben. Nagyon sokszor beszélgettünk ugye itt világításról, díszletekről, minden egyébről. Rendkívül részletesen ír arról, hogy a 20-as évek elején hogyan is zajlottak például ezek a munkálatok. Úgyhogy mindenképpen érdemes lesz megismerni. De mivel Virág Sándornál ugye végül is a múltkori bemutatást nem tudtuk befejezni, csak abba hagytuk, ezért most ezt folytatjuk, és utána térünk rá Tóth Károlyra. Azért itt elmondhatjuk azt is, hogy nyilván kaptunk egy képet arról, hogy az 1860-as évektől mennyire változott a fényképezett technika, a papírok, amire fényképeztek, és sok minden. Ez is fény, de erre is fény derült a műsor folyamán, amiben természetesen nem csak mi beszélgetünk ketten, hanem képek is vannak, amelyeket meg tudunk mutatni, és a képeken keresztül sok minden kiderül a város életéről abból az időben.
jöjjenek is képek, mindjárt folytassuk ezt a sort, akkor Virág Sándor fotóját látjuk a következő képen, amely tulajdonképpen már az előzőek után Berzsenyi Kornéliát mutatja be. Igen, ugye a múltkori adásnak a végén ilyen kezd csinálóként jeleztem, hogy ugye egy irodalomtörténeti vonatkozású fényképpel fogjuk majd ebben az adásban kezdeni, illetve folytatni tulajdonképpen ezt a sorozatot. Berzsenyi Kornélia ugyanis, Berzsenyi Dániel reformkori költőnek az egyik oldalági leszármazottja. A visszaemlékezések szerint, meg a fénykép hátlapja szerint az unoka húga. Nekem nem sikerült teljesen ezeket a szálakat igazából felkutatni, hogy hogyan és miként, de hát ugye itt a leszármazottak úgy emlékeznek, hogy ő volt a költőnek az egyik unokahúga, aki egyébként 1835-ben született, és 1936-ban hunyt el Székesfehérváron, a 101 esztendős korában. Ez a fotó pedig 1910 körül, tehát nagyjából a 70-es évei közepén készült róla. Azt ugye jól láthatjuk, hogy egy 70-es évei közepén járó idős hölgynek már fogai szinte alig vannak, sőt, talán már nincsenek is. Ugye ez az arcán, ezen a beesett arcon jól látszik. Ekkor már egyébként özvegy volt, és hát éltek gyermekei, unokái, sőt, talán akkor már dédunokái is ebben az időszakban, és hát még majdnem 30 éven keresztül egyébként a családja körében volt. A 30-as évek elejéről is ismerünk róla egyébként egy képet, mivel a készítőjét nem sikerült beazonosítani a mai napig sem, ezért ez nem került be ebbe a sorozatba, de mivel ugye a fotótörténeti ismertetésünk az folytatódik, a 30-as évek kapcsán szerintem el fogom majd hozni azért azt a képet is, függetlenül attól, hogy nem ismerjük egyébként a készítőjét. Mi fehérvári lokálpatrióták szeretünk sok mindent Fehérvárhoz kötni, ezúttal sikerült Berzsenyi Dánielt is a kép kapcsán. Folytassuk is, de továbbiakban is Virág Sándor fotót fogunk látni, az 1910 körül készült fotón esküvői. Igen, hát ugye Virág Sándor esküvői képeket is készített természetesen, mint ahogy láttuk, talán eddig az összes fényképész bemutatása kapcsán, és ugye ennek a képnek a hátlapját is elhoztam azért megmutatni, hiszen Virág Sándor még az a fényképész, akinél egyébként érdemes néhány fénykép hátlapot bemutatni. Ugye Tóth Károlytól kezdve, sőt, hát már Pete Ilonánál is ugye tapasztalhattuk, hogy rendkívül egyszerűek ezek a hátlapok. Némelyik kifejezetten képes lapkivitelben készül, némelyik meg abszolút sima háttérrel, gyakorlatilag egyetlen egy bélyegzővel a hátulján. Mielőtt a hátlapot néznénk meg, azért a nő hagy bújjon ki belőlem a kép kapcsán is. Talán ez az első olyan esküvői kép ebben a sorozatban, ahol azt mondom, hogy igen, elegáns a hölgy. Tehát itt szerintem talán a polgári családon túl megy már ez a páros az öltözéket nézve, és az úrral kapcsolatban is ezt tudom elmondani, hogy azért ez itt már egy nagyon kidolgozott, elegáns öltözet. Hát az esküvő az mindig egy ünnep. Ugye néha szokták mondani, hogy elsősorban a mennyasszony részéről, meg ez az ő napja. Gyakorlatilag azért a polgári családoknál is jellemző volt az, hogy aki megengedhette magának, az bizony erre a napra komolyabb összegeket szánt, és akár egy kölcsönzött, akár egy varratott ruha került rá az ifjú párra, tehát akár a mennyasszonyi ruha, akár a vőlegénynek a ruhája, azért a vőlegény ezt a ruhát később is tudta használni. Az ifjú férj ugye különböző alkalmakkor. Nyilván a mennyasszonyi ruhát is át lehetett szabni báli ruhává egyebekké, tehát azért ez egy jó befektetésnek számított, és azért azt érdemes elmondani, most megint egy kicsit előre szaladok, hogy Inkei például leírja, hogy az előre bejelentkezett vendégek esetében nem csak a megérkező vendégek voltak elegánsak, de a személyzet is. Tehát, hogy Tóth Károly például elmondta neki, hogy amikor ő inas volt, még annak idején Budapesten, hiszen Budapesten is inaskodott, akkor ott bizony zsaketben kellett megjelenni, és akár bármilyen kisebb segédmunkát végzett az illető, hogyha megjelent a műteremben az érkező kuncsaftok előtt, akkor ott bizony nagyon elegánsan kellett megjelenni, tehát nem lehetett azért csak úgy festékfoltosan, koszosan, egy egyszerű zakóban, nyakkendőben megjelenni, hanem ott bizony, mint hogyha egy királyi
szalomba lépett volna be tulajdonképpen az illető, hiszen a fényképezés még akkor is eseményszámba ment, ugye nem úgy, mint manapság, amikor már itt röpködnek a megapixelek másodpercenként százezerszer, hanem tényleg ez egy fontos alkalom volt, és hát egy esküvőre meg természetesen illet megadni a módját. Főleg, ha mondjuk egyetlen lány volt a családban, ez is előfordulhat, mivel semmit nem tudunk az ifjú párról, a kilétükről abszolút nem tudunk, ezért nem tudjuk azt sem megmondani, hogy mi volt ennek az apropója, de hát ugye abból indultunk ki, hogy lehet, hogy nem polgári családból származtak. Én el tudom képzelni még akár azt is. Nézd a tartásukat, tehát ott nem csak egy szép ruháról van szó, hanem ahogy ők ott állnak, és amilyen tartásuk van, az sok mindenről árulkodik, de ez már majdnem pletyka, úgyhogy én ezt abba is hagynám. Nézzük meg akkor, hogy mi van a kép hátoldalán. Menjünk tovább szerintem, érdemes. Ugye a múltkori adásban is láttunk már Virág Sándortól néhány hátlapot, itt is egy változatról van szó, és megint azt a kéket használja, amit én ugye múltkor itt említettem. Előszeretettel használta főleg a kéket és a zöldet. Ugye nemes pár esetében, talán a második adásban beszéltünk nemes párról, de lehet, hogy a harmadikban, hiszen ez most már a hatodik adás, amikor fotókról beszélünk folyamatosan. Ott elsősorban a zöldek jelentek meg, Fekete Zoltánnál a kék, tehát hogy azért mindenkinek megvoltak ezek a úgymond kedvenc és bejáratott színei. És hát itt pedig Virág Sándorral a kék és a zöld. Az egy kis technikai dolgál. Kérdés, ez a papír így lett nyomtatva, vagy vajon úgy bélyegzik rá a hátlapot? Nem vagyok ennyire jártas a technológiai részletekben. Én azt gondolom, hogy ez előre elkészített, ugye megrendelés alapján előre elkészített, amire aztán utólag egyébként a negatívról, a retusált negatívról másolják magát a kész fényképet, amit aztán egyébként szintén retusálnak, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy itt azért még számos technikai változtatáson megy át a fénykép, mielőtt a megrendelőnek átadják, de a hátlap az gyakorlatilag már készen érkezik a műteremben. Menjünk is tovább, még mindig Virág Sándor, de a következő kép körülbelül ugyanakkor készül, de már többen vannak rajta. Igen, ugye itt is azért próbáltam az egyszemélyes portrétól a csoportkép felé elmozdulni. Nem annyira jó minőségű ez a kép, ugye látjuk rajta, valószínűleg eléggé megsínylette ez a körülbelül 110 évnyi idő, és hát azért elég sok minden történt 1910-től, mondjuk a 2000-es évek elejéig, amikor ez nagyjából a múzeumba bekerült. Örülünk neki, hogy legalább ilyen állapotban megmaradt, és azért azt érdemes megnézni, hogy ennek is van egy jól kidolgozott háttere. Tehát, hogy amit itt látunk a képen, ugye ez ott nem tintafoltok, meg nem elmosódások, hanem hát egy olyan háttér, ami elé ugye az édesanyját a gyermekeivel beállították, illetve beültették. Innen nézve, mintha egy táj lenne, nem? Igen, igen. Hát vannak egyébként olyan képek is, amikkel sajnos ezek már ilyen utólag rákerült kávé, tea és egyéb foltok, meg új lenyomatok, meg hasonlók, mert azért ezek viszonylag kényes képek, meg ahogy ugye kopnak, azért maradnak rajta sötétebb foltok, vagy akár világosabbak, itt viszont egy festett díszletről van szó, ami előtt ők helyet foglalnak. A Jankovics családról készült a következő fotó, amelyet hoztál nekünk. Jakosicséknak. Bocsánat, Jakosicséknak. Hát van néhány ilyen család, ugye ők valószínűleg délszláv eredetűek, én nem Jakosics. Tudok róluk ezen kívül igazából semmit. Ritka név a Jakosics valóban. Nem túl gyakori, 1918-as fénykép, tehát ezt még Virág Sándor készítette. Ugye a múltkori adásban elmondtam, hogy 1918-ban hazatér a frontról, és még készít néhány képet. Aztán valamikor 19 táján ágynak esik, és 1920-ban ő elhunyt. A haláláról is igazából onnan tudunk, hogy 1920-ban az özvegye volt az, aki eladta magát a műtermet, amit aztán ugye Tóth Károly vásárolt meg. Vele is ugyanaz történt, mint a már sokszor emlegetett és korábban bemutatott Pete Gyulával, hogy kivezényelték a frontra, majd 1918-ban betegen tért haza, és a fronton szerzett betegségébe halt bele. Nagyon tetszik az elrendezés, a személyek elrendezése ezen a fotón, nagyon aranyosan vannak egy csokorba ültetve. Igen, szép a kompozíciója is, és jó egyébként a kidolgozása. Tehát ezen már azért az is látszik, hogy ez egy utólag retusált kép, és ugye a retusálásnak nem csak az volt a célja, hogy kitöltsék
mondjuk az arcokat, tehát hogy ne legyen pöttyös a kép, hanem hogy például ezeket az elmosódott háttereket is létre tudják hozni, ugye különböző technikák voltak erre is, amivel ezt egyébként létre lehetett hozni. És megint egy picit előre szaladok, de hát Inkei Tibor annyi mindent leír, és annyira jó forrás, hogy igazából nem is kell fotótechnika történeti kézikönyveket lapozgatni ahhoz, hogy tudjuk, hogy például a 20-as években, ugye ezen is látszik, hogy ez egy barnított felvétel, különböző kémiai és egyéb eljárásokkal ugye el lehetett érni ezt a barnított felületet, ugyanis ahogy Inkei leírja a 20-as években, nem nagyon volt divatban a fekete-fehér kép. És a szakma sem nagyon fogadta el egyébként a fekete-fehér képeket, mert hogy akkor a barnított volt a divat, illetve az a bizonyos szépia, amit ugye szerintem mindenki nagyon jól ismer, és aztán később bejöttek ezek a sárgásabb jellegű képek is, amik már néha úgy néznek ki, mintha ugye az idő vasfoga megrágta volna az egészet, tehát hogy mintha besárgult volna az időtől, de valójában ez is ilyen utólag sárgított. És itt azért megmutatkozik, hogy 18-ban járunk, még nem 20-as évek, de ekkoriban már ezek a barnított felvételek nagyon kedveltek, sőt, leginkább elterjedtek. És mi munka lehetett ebben? Most az jutott eszembe, hogy egy kis szifi, egy kis időutazás, Virág Sándor kezébe nyomni egy mai telefont, egy nyomásra ott a barnított kép, bármilyen felvételről, biztos, hogy nagy meglepetést okozna. Ennek a képnek egyébként itt van a hátoldala is, amelyet érdemes megnézni. Igen, ezt is elhoztam pusztán csak érdekességként igazából, hogy megint mutassunk egy Virág Sándor féle hátlapot. Ez már ugye egy képes lap, funkciójú hátlap igazából, ugye előre elkészítve maga a felület, ott a bal felső sarokban Virág Sándornak a körbélyegzője, és igazából ezen kívül ugye semmi nem utal magára a műteremre, ahol a kép készült. Ez talán az előlapból is egyébként látszott, hogy ez már nem az a klasszikus kartonált, vastagabb kivitel, mint amit láttunk például az előbb az édesanyja és a gyermekei kapcsán. És ugye rá is van írva, hogy kiket ábrázol egyébként, tehát ugye szeretettel Jakosics család, Székesfehérvár. Az, hogy kinek címezték, az nem derül ki, tehát valószínűleg személyesen adták ugye el. Illetve azért a dátum, amikor hát vagy a fénykép készítése, vagy az ajándékozás ideje szerepel. Nagyon szépen formázott betűk, gyönyörű szép az írás. Fogunk még ilyet látni egyébként később. Bár Virág Sándortól a következő képpel elköszönünk, ez a Társas Ebéd című kép, amelyet utoljára tőle meg tudunk nézni a mai műsorban. Viszonylag kevés csoportképet ismerünk tőle. Ez a fényképe viszont olyan, ami azért a helytörténeti kiadványokban is általában szokott szerepelni. Nem feltétlenül fotótörténeti szempontból jelentős, illetve nem feltétlenül amiatt szokták beválogatni a különböző anyagokba, hanem hogy bemutassák, hogy egy ünnepélyes díszebéd hogyan zajlott a 10-es évek elején, tehát ez ugye az úgynevezett boldog békeidőknek már tulajdonképpen a vége felé történik, ugye a 14-es nagyháború előtt néhány évvel vagyunk, és ha jól emlékszem, akkor ez a Szent István teremben készült kép egyébként. És a 30-as évekből láttunk már például Pete Ilonától ilyet, illetve a korábbi adásokban is, de hát azért elég jól látható szerintem ennek a teremnek a felosztása, a nagy színpad, a csillár és minden egyéb. Az a bizonyos csillár. Illetve hát azért ugye ez az átjáró, ami a mostani kis úgynevezett társalgó, illetve ruhatár felé vezet. És a másik terembe vezet, igen. És a másik terembe szintén jól látszik. És ha belegondolunk, hogy ma is ez alatt a csillár alatt rendezik a bálokat és a vacsorákat, azért ez jó érzés volt látni. Egy beszélgetésem volt a Szent István terem vezetőjével egyszer, és beszélgettünk arról, hogy ezt a csillárt hogy tisztítják. Hát bizony. De ezek szerint ügyesen csinálják, mert sikerült megőrizni. Na, elérkeztünk a könyvig, amelyet már többször emlegettél, Inkei Tibor könyvéig. Igen, előtte azért Tóth Károlyról hadd mondjak el néhány dolgot, és akkor még utána megmutatjuk ennek a könyvnek a borítóját is. Magának a könyv borítónak is van egyébként egy fotótechnikai, meg egy fototörténeti érdekessége, amit egyébként Inkei le is ír a visszaemlékezéseiben, hogy mit is ábrázol ez a kép.
Tehát Tóth Károly tulajdonképpen itt, ahogy Horváth Júlia fogalmaz, igazából legekben írja le Tóth Károlyt egyetlen egy mondatban összefoglalva. Nem csak a két világháború közötti korszak legreprezentatívabb mestere, ugye egyrészt, hanem a legnagyobb műgonddal dolgozó, legeredményesebb és legismertebb fehérvári fényképész volt. 1895-ben Temesváron született református családban, és aztán 1898-ban költöztek Fehérvárra, 1985-ben hunyt el egyébként, tehát 90 éves születésnapja előtt talán két hónappal, tehát életének 90. évében, úgyhogy meglehetősen sokáig élt, és hát ha 80-as évek elején már nem is, de 70-es évek végén még néhány képet egyébként készített, főleg a családja számára, és egy nagyon jó családba sikerült neki beházasodnia, hiszen Süveges István ácsmester volt az ő apósa, aki, ha jól emlékszem, 75 évet élt, és az ipartestületnek egyébként a két világháború között vezetőségi tagja, sőt egy időben elnöke is volt, tehát ebben a családba került be Tóth Károly, és a felesége, a Süveges lányt vett ugye feleségül, a felesége szintén rendkívül sokat dolgozott vele együtt a műteremben, 1920-tól kezdve. 1910-ben már egyébként Tóth Károly elkezdett a szakmával ismerkedni, ugye 15 éves korában, és tulajdonképpen ekkor járt először a Pete féle műteremben, ugye ekkor még Pete Gyula vezette ezt a műtermet, fűszeres inas volt ugyanis, és a család, ahol fűszeres inasként dolgozott, elküldte, hogy a róluk készült családi képet hozza el a fényképészmestertől, Pete Gyulától, és hát elment a készképet, és ámult, bámult, hogy hát ilyen egy fotóműterem, hogy milyen eszközök vannak, ugye azért belátott valamennyire a műterembe, hogy ott kiöltözött segédek, inasok szaladgálnak, csokornyakkendő, zsakettöltöny, minden, elegancia. A csillogás. A csillogás, igen, és akkor ő eldöntötte, hogy hát bizony, akkor ő innentől kezdve nem akar tovább fűszeres inas lenni. Úgyhogy bejelentette a kilépését, és egyben Pete Gyulánál pedig bejelentkezett, hogy akkor ő innentől kezdve fényképész inasként szeretne dolgozni. És el is kezdte egyébként az inas éveit, aztán amikor Pete Gyulának el kellett menni a frontra, akkor átkerült Budapestre, ekkor már egyébként segédként, és aztán később visszakerült a Pete féle műterembe, és 1920-ban jött a nagy lehetőség, amikor Virág Sándor özvegye meghirdette az akkor még a Rákóczi utcában álló, Rákóczi utca 5-ös házszámot viselő műtermet megvásárlásra, és hát Tóth Károly pedig élt a lehetőséggel, meglehetősen fiatal volt még, ugye ekkor 25 éves mindössze, a pálya kezdetén álló fiatalember, aki már ekkor egyébként rendkívül jól értett a technikához, és a különböző kémiai meg egyéb folyamatokhoz, és megvásárolta ezt a műtermet. És elkezdett foglalkoztatni inasokat, akik közül aztán többen ugye segédek lettek, és aztán segédekből többen meg önállósodtak, tehát fényképész mesterek lettek, és 1922-ben ebben a műteremben jelent meg Inkei Tibor, aki ekkor 14 esztendős volt mindössze, családjával, Apatinból, a délvidékről érkezett. Ugye 18-ban költöztek Fehérvárra, hiszen ugye az osztrák-magyar monarchia részeként Magyar Királyság elvesztette a háborút, és 18-ban a szerbek megszállják ugye Apatint és környékét, a délvidéket, nekik menekülniük kell, különböző magyarországi sváb településeken az édesapja erdőmérnökként dolgozott egyébként, és mindenféle ilyen pozíciókat kap, amiből gyakorlatilag alig lehet megélni. Fehérváron is egyébként egy pénzügyi tisztségviselő lesz, de hát, hogy Inkei írja a visszaemlékezésében, ez gyakorlatilag csak egy ilyen üres cím volt, és szinte ébérért kellett dolgoznia. Ugye itt arról van szó, hogy a Nagy Magyarország területéről menekülőknek valamilyen munkát kell biztosítani, élelmet, szállást, minden egyebet, és ezeket így tudják megoldani, hogy különböző segéd állásokba helyezik őket, illetve azoknak a helyére, akik ugye a fronton elhunytak, vagy olyan súlyos betegségben szenvednek, ami miatt nem tudnak helytállni például a hivatali munkában és egyebekben.
Úgyhogy az idősebb inkeit is a pénzügyi igazgatóság foglalkoztatja, de tényleg nagyon kevés pénzért. Úgyhogy le is írja Inkei Tibor, akkor hadd idézzek rögtön. Itt az első mondat a könyvben. 1922-ben egy márciusi napon édesapámmal Székesfehérvár utcáit jártuk, a vak szerencsére bízva magunkat. Az volt a célunk, hogy valami szakmát találjunk számomra, aki akkor 14 éves voltam. És akkor itt leírja, hogy mi minden történt velük ugye 18-tól kezdve. A mi szempontunkból ez nem is annyira fontos egyébként. És aztán következik az a bekezdés, ami viszont nekünk igenis fontos. Ahogy az utcákat jártuk, elérkeztünk egy fényképész kirakatához, ugye 1922-ben vagyunk, tehát 2 éve működik ez a Tóth Károly féle műterem, ahol nagyon szép fényképek voltak kitéve, és egy kis cédula, jóházból való fiút tanulónak felveszek. Felmentünk a második emeleti műterembe, ahol egy 30 év körüli, igen megnyerő, elegáns külsejű férfiú fogadott minket, Tóth Károly fényképészmester. Hamar megegyeztünk, és már másnap beréptem a Tóth Károly és társa céghez fényképész inosnak. Jó helyet sikerült találnia. Abszolút, abszolút. Nagyon örülhetünk egyébként annak, hogy Inkei Tibor 1992-ben megírta ezt a visszaemlékezését, ami 93-ban jelent meg először. Ez pedig, amit a kezemben tartok, a 98-as kiadás. Tehát már ez is meglehetősen réginek számít. Talán itt az ideje, hogy megmutassuk a nézőknek a könyvet. Így van, mutassuk meg mindenképpen. Van róla fotó is. És ugye az elején nagyon sokat foglalkozik egyébként az első néhány oldalon az Inas éveivel, ugye amik 1925-ig tartottak, és aztán ő elkerült egyébként Nagykőrösre, egy másik műterembe, Tóth Károly egy korábbi üzlettársához. És ha már a borítót megmutatjuk, akkor talán kevésbé látszik, nekem is egyébként a szöveg révén sikerült felfedeznem, hogy mit is ábrázol tulajdonképpen ez a borító, és akkor egy kis technikatörténeti érdekesség. Második Inas évenben főnököm művészi tevékenységén felbuzdulva megkértem őt, hogy én is készíthessek egy trükkfelvételt. Kerestem egy téglalap alakú fehér üveget, erről fekete háttér előtt csináltam egy felvételt. A lemezt a kazettában hagyva megkértem az öreg Inast, állítson be engem a matt üveg kijelölt helyére, és exponáljon le ugyanarra a lemezre, amit a kazettában hagytam. A kép elkészült, és mindjárt címet is adtam neki, Fényképész Inas az üvegben. Ez volt az első művészi alkotásom. Tehát ezt ábrázolja igazából ez a kép, hogy a kis fényképész Inas, a 15 éves ül ebben az üvegben. Ugye azt mai napig nem tudjuk, hogy a türelem üvegek egészen pontosan hogyan készülnek, azt viszont, hogy ez a kép hogyan készült, azt nagyon jól tudjuk. Úgyhogy ez volt az első művészi munkája Inkeinek, ami Fehérvárhoz kötődik. És egyébként ezt leszámítva, ugye az első 3 évben, ami az Inas év volt, ugye itt az öreg Inas kifejezést olvastam, ez azt jelenti, hogy ő a legidősebb. Ő az, aki a legkorábban belépett ugye Inasként, azok közül, akik ebben a pozícióban tevékenykednek tulajdonképpen a műteremben, és ugye ő az, akiből majd a következő évben segéd lesz. Tehát 3 év az Inas idő, és onnantól kezdve pedig következik a segéd munka, egészen addig, amíg az illető úgymond fel nem szabadul, tehát meg nem kapja az önálló iparengedélyt, amivel már ugye akár saját műtermet is nyithat. És itt erről van szó igazából, hogy az öreg Inas, aki ugye legjobban ért ezekhez a technikai dolgokhoz, segítkezik neki. És egyébként az első 3 év az úgy néz ki, hogy az első évben még gyakorlatilag, mint egyfajta gyakornok, semmi pénzt, semmilyen pénzdíjazást nem kap, viszont hétfőtől vasárnapig ott kell neki lenni a műteremben, takarítani, az előhívásban segítkezni, betölteni az úgynevezett kazettákba a lemezeket, amikre ugye maguk a negatívok készülnek, ezeknek a negatívoknak a retusálása, majd a nyersképnek az előhívása, a nyersképnek a retusálása, és a végén az úgynevezett kopírozás, amikor ugye magára a fotópapírra elkészül a végleges fénykép. És akkor talán még az általános iskolában mindenki emlékszik ezekre az ecset méretekre. Ugye, ha jól emlékszem, akkor talán a 2-es volt a legkisebb, az az inci finc, és a 10-es volt a legnagyobb. 3-as
ecsettel kellett dolgozni a retusálásnál. El tudjuk képzelni, hogy ez mit jelentett, de hát ez ugye nagyon aprólékos munka egyébként, és hát ő 3 évig ugye ezt a retusálást végezte tulajdonképpen, ugyanúgy, ahogy az összes többi inas, illetve aki segédként ott maradt, az természetesen a retus munkában ugyanúgy részt vett, és ugye leírja azt is, hogy általában 2 hétre vállaltak egyébként egy-egy felvételt, és hát 2 hét alatt kellett igazából a kész fényképet produkálni, hiszen be voltak osztva minden hétre a napok, hogy hétfőn zajlott a fényképezés, és a többi, előhívás, retusálás, stb. Tehát meg volt adva, és ugye az inasok voltak azok, főleg a legfiatalabb inas, akinek még vasárnap is ott kellett lennie, aztán a második, harmadik évben már azért 1-2 szabad vasárnap járt, de hát Inkei is leírja visszaemlékezéseiben, illetve 80-as évek elején Tóth Károllyal is készült egy interjú az egyik fotóművészeti folyóirat számára, ahol ő elmondta, hogy a feleségével, illetve az inasaival, segédeivel általában a húsvétot és a karácsonyt is a műteremben töltötték. Tehát nem nagyon volt pihenő idejük. Maradt 10 percünk, hogy mutassunk képeket Tóth Károllyal kapcsolatban, mert nem mindegyik fotó olyan, amit ő készített. Viszont amiért nagyon tetszik nekem, hogy műteremből kimozdulva városképeket is láthatunk. Bizony. Azt is leírja Inkei, hogy Tóth Károly nem szeretett annyira portrékat készíteni, tehát ő sokkal inkább a művészi munkának élt, tájképeket, eseményeket, épületeket fényképezett. Gyakorlatilag végig fényképezte Fehérvárt, majd ezt a következő adásban fogjuk látni. És nem csak a szép arcát, hanem például 1944-45-ben a bombázásokat is. Ebből adódik az, hogy például Molnár Tibor hagyatékából származó fotóanyag, ami most a Szent István Király Múzeumban a fotótárban található, ebben a háborús képeknek a nagy részét egyébként maga Tóth Károly készítette, és adta ajándékba Molnár Tibornak. Arról a Molnár Tiborról beszélünk, aki építészként dolgozott a városban. Az egykori városi főépítészről, aki ugye 10-es évektől a 80-as évek elejéig megírta a visszaemlékezéseit, és ráadásul 3 ilyen iskolás füzetnyi fényképe, meg még jó néhány borítéknyi fényképe maradt meg, amelyeket hál' Istennek feliratozott, nagyjából az évszámokkal is ellátta, és hát nagyon érdekes képek vannak különböző elbontott épületekről, majd a belváros kapcsán azért vissza fogunk erre térni, és bár eredetileg nem terveztem, de azt hiszem Molnár Tibor fényképeiről is kell majd egy sorozatot mutatnunk, hiszen mindenképpen érdemes lesz. Nos, hát akkor most nézzük meg elsőként Tóth Károly műtermét, az első fotón, amit hoztál nekünk. 1938-ból. Igen. A Tóth Károly műterméről ezt a 38-as fotót egyébként nem maga Tóth Károly készítette, tehát ennek ez az egyik érdekessége, hanem ugye 38-ban azért itt meglehetősen sok fényképész megfordult, és ugye nem is kifejezetten a műterem a lényege ennek a képnek, de nem nagyon találtam olyat, amin érdemes lenne bemutatni, illetve még egy olyan van, az viszont egy hegeféle fotó, amit majd a Hege családnál fogunk megmutatni, ezért nem akartam előrehozni. Az 1938-as ünnepi vitézavatás egyik képét láthatjuk, és ugye ott a bazilikának a 2-es tornya látszik a jobb felső sarokban. Ha egy kicsit visszább nézünk onnan, akkor pedig az a sarki épület, ami ugye itt a magasabb, az előtérben lévő magasabb épületekhez képest egy kicsit eltörpül, na az volt Tóth Károlynak a műterme egyébként, és ez volt az, ami 1945 elején egy bombatalálatot kapott, emiatt le kellett bontani, és itt nagyon sokáig egy foghítenek volt, a 70-es évek elején építették azt az úgynevezett lábasházat, amiben aztán később ugye műteremlakásokat létesítették, illetve ahova az állami biztosító beköltözött a földszintre. Tulajdonképpen akkor az a helyzet, ahonnan a fotó készült, az a nemzeti emlékhely. Igen, a romkert területéről készült a kép, illetve Tóth Károly műterme előtti területről a romkert felé is készültek képek. Tehát ez egy, hál' Istennek, egy olyan szerencsés pillanat és egy olyan jó helyszín, 38-ban, amivel Tóth Károlynak a műtermét meg tudjuk mutatni. És hát az esemény népszerűsége is kiderül, hiszen nagyon sokan vannak.
Abszolút, abszolút. Hát Demeter Zsófia erről többször írt, rendkívül sok előadást tartott ugye a 38-as eseményekről, és ő is mindig elmondja. Neki még ugye volt szerencséje idősebb nénikkel, bácsikkal interjút készíteni, már akkoriban is 91 néhány évesek voltak, akik elmondták, főleg akik a közelben laktak, hogy egyrészt ugye naphosszat kint lógtak az erkélyen a gyerekek, ha csak nem az utcán, bár ugye tömegben azért nem nagyon láttak, illetve úgynevezett erkélybérleteket is értékesítettek az élelmes helybeliek. Ez azt jelentette, hogy ugye jó pénzért bizony egy kevés időt el lehetett tölteni ezen az erkélyen, és lehetett szemlélni az eseményeket, ugye vitézavatás, magának a romkertnek a felavatása, ami tulajdonképpen ezzel a vitézavatással történt meg, a Szent Jobbország járása, a Szent Korona Fehérvárra érkezése. Tehát azért nem akármilyen események. Ugye a következő ilyen nagy esemény, bár 1988-at is illendő ide számítanunk, talán 2013, amikor ugye szintén a Szent Jobb jelenlétében zajlott a püspöki, sőt az érseki szentmise itt a Romkert területén, ami szintén egy Szent István emlékéhez kapcsolódik. Maradt még egy kis időnk, úgyhogy meg tudunk nézni párat azok közül, a portrék közül, ami nem volt kedvence Tóth Károlynak, mint megtudtuk tőled. Hát mégis kellett azért ilyeneket készítenie, és ahogy ugye Inkei visszaemlékezéseiben olvashatjuk, meg idéztem is belőle, ugye, teljes eleganciában kellett ezeket a felvételeket elkészíteni. Tehát azok, akik előre telefonon bejelentkeztek, vagy személyesen megjelentek, hogy adott időpontban érkeznének, azokat legnagyobb eleganciával kellett fogadni, leültetni, bekísérni, várakoztatni, stb. Tehát el tudjuk ezt képzelni. Gyakorlatilag fotószalonról beszélünk. Gyakorlatilag egy fotószalonról van szó, és ugye ez az idős hölgy is például ilyen körülmények között fényképezkedett. Aztán kisgyermek is látható a következő képen már, szintén Tóth Károly alkotása. Jaj, de cuki! Ez a pöttyös labdás kép, ez nagyon-nagyon népszerű volt. Még sokáig, abszolút, sokáig. Abszolút. Ugye a hölgynek a portréján, amit nem mondtam el, ott a Tóth Károly emblémája, műtermének az emblémája volt látható. Ennek a képnek a hátulja az egy képeslap, hátlap, amire ugye lehet írni. Meg lehet címezni, rá lehet írni, hogy Gyurikát, Sanyikát, vagy éppen kitábrázolja a fénykép, és hát szeretettel akár az ő nevében is át lehet adni. Mint ahogy egyébként ismerünk ilyen portrét, talán a következő az pont egy ilyen. 1935 körül készült Szép Mártáról, ugye az ő nevét tudjuk, első áldozása után, talán ez ugye a ruházatból és a kis virágkoszorúból is jól látszik. És az áhítatból az arcán. És az áhítatból, és ugye a hátlapjáról pedig azt is leolvashatjuk, hogy ugye kinek ajándékozta igazából az ő első áldozását vezető plébánosnak adta ajándékba ezt a képet. Ugye a család elkészítette róla Tóth Károly műteremében ezt a fényképet, és aztán ugye ezt ajándékozták magának a plébános úrnak, ugye tisztelendő úrnak van egyébként. Ha minden igaz, meg is tudjuk mutatni ezt a hátlapot is, a Szép Márta képről. Itt láthatjuk, és ugye hát ez egy képes lap. Hátlap egyértelműen látszik. Ott a legtetejében, hogy azért maradjon hely a címzésnek, szövegnek, mindennek, Tóth Károly műtermének a címét, meg az elnevezését, azt úgy oda bigyeztették, de tényleg csak éppen, hogy ilyen légypiszok. Elképedek itt is a kézíráson. Nem is értem, hogy hogy lehetett ilyen szépen írni. Bizony, hát ugye valószínűleg nem a kislány, az első áldozó kislány írta egyébként, hanem valamelyik szülő. De gyönyörű. Nos, Hölgy jelmezben a következő kép munka címe. És egyébként ez az utolsó személyes portré, ugye a Tóth Károlynak a nem kedvencei közül, és aztán majd jönnek egyébként a kedvencei is sorban. Valamikor a 30-as években készülhetett ez is, és nekem nem sikerült rájönni, hogy milyen viseletben van a hölgy. Ez egy báli jelmez egyébként. Ugye a 30-as években, de egyébként már korábban és a két világháború között, meg a dualizmus éveiben nem csak a nemesség, meg az arisztokrácia, de a polgárság is szeretett a bálokban, különböző viseletekben, népviseletekben például megjelenni. Igen, ez valami szláv. Ez valami szlávos lehet, igen. És gyakorlatilag idáig jutottam el. Magas sarkú csizmával, ami már új. Igen. Kicsit olyan operett jellegű egyébként, meg maga a beállás is, vagy a beállítás. Ki tudja, lehet, hogy a hölgy valami amatőr színész volt az annak idején. Az is előfordulhat, nem tudunk igazából ezen kívül semmit erről a fényképről sajnos. És ez az a pillanat, amikor
a műsor végére értünk. Sokszor jeleztük, és már akkor tudjuk, hogy 2 hét múlva Tóth Károlytól olyan képeket is láthatunk, amelyen a város látható, amit izgatottan várunk, és természetesen köszönöm most is Váci Mártnak, hogy itt volt és elhoztad ezeket a csodálatos képeket. A Fehérvár Televízió nézőinek pedig köszönjük, hogy velünk voltak. Tehát 2 hét múlva folytatjuk ezt a sorozatot. Tartsanak akkor is velünk, addig is kellemes televízió nézést kívánok. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.